Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szándékosan ment neki, autóval ütötte el haragosát egy sofőr Szekszárdon. Országos anyanyelvű verseny, 9 csapat mérkőzött a szekszárdi Garai János gimnáziumban. Információ első kézből, a Paksi atomerőmű bővítéséről tájékoztatják a térségben élőket. Szabálytalan gyalogosok rendszeresen tilosban mennek át Szekszárdon. Szándékosan ütött el egy férfit egy sofőr Szekszárdon az ügyész vádirata szerint az áldozatnak nem lett komolyabb baja, mert az autó, amivel neki mentek, nagyon lassan haladt. A gázolónak mégis felelnie kellett tettért, végül letöltendő börtön helyett felfüggesztettet kapott és elvették a jogosítványát. Ezen a forgalmas belvárosi szakaszon fényes nappal húzta le a kormányt a német férfira a szekszárdi sofőr. A vádirat szerint szándékosan, lassan kétszer is neki hajtott a lábának. Ideges lett, mert a férfi a járda helyett az úton sétált a feleségével. Előbb rájuk dudált, majd vitatkozni kezdtek. Ezután ment neki a házaspár férfi tagjának, aki a második ütközéstől elesett, de komolyabb baja nem lett. A szándékosan gázoló férfit korábban 10 hónap börtönre ítélte a bíróság, a büntetést viszont 2,5 évre felfüggesztették, a jogosítványát pedig 1 év 4 hónapra elvették. Az akkori ítélet ellen a gázoló és az ügyész is fellebb. Előbbi enyhítést, utóbbi súlyosbítást akart elérni. Az ügyet csütörtökön tárgyalta másodfokon a szekszárdi törvényszék. A vádlott beadványában lényegében továbbra is akként nyilatkozik, hogy a bűnösségét elismeri. A vádlottat nem mutathatjuk meg. Most azzal próbálta enyhébb büntetés kiszabására rávenni a bírót, hogy mint mondta, az ítélet óta elhagyta a családja, mert jogosítvány nélkül nem tudott pénzt keresni, egy korábbi párkapcsolatából született lányának pedig így a tanítatását sem tudta finanszírozni. Az ügyben végül néhány perc alatt született ítélet. A szekszárdi járásbíróság 2019. október 14 napján kihirdetett 12B/81/2019/4-es számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a járművezetéstől eltiltás tartalmába az elsőfokú ítélet kihirdetése óta eltelt további időt is beszámítani rendeli. Vagyis a férfi ellen korábban hozott ítélet lényegi pontjait nem változtatta meg a másodfokú ítélet. A gázoló így a börtönt megúszta, a jogosítványát viszont egy ideig még biztosan nem kapja vissza. A Kreszt rendszeresen megszegő gyalogosokra panaszkodik több nézőnk. Azt mondják, a szekszárdi Béla király téren okoz gondot, hogy a gyalogosok feltartják az autókat, mert azt hiszik elsőbségük van a Bezerédi utca felé haladva, pedig a rendőrség szóvivője szerint ott az autóknak van elsőbsége. Itt a gyalogosoknak nincsen elsőbsége, abban az esetben tudnak csak áthaladni, hogyha a járművek vagy elsőbséget adnak nekik, vagy pedig megvárják azt, amíg a járművek elhaladnak. Hiába nincs elsőbségük az úttesten átsétáló gyalogosoknak az autósokkal szemben. Több nézőnk szerint mégis rendszeresen feltartják a forgalmat a szekszárdi Béla király téren. Az átépített térformája hasonlít egy körforgalomra, a Kressz szerint viszont mégsem az. Ezért az innen a Bezerédi utcába kihajtó, vagyis a városháza előtt elhaladó autók hiába kanyarodnak enyhejükben, a szabályok szerint egyenesen haladnak tovább a Béla király tért elhagyva. Mivel nem kereszteződésből jönnek ki, elsőbségük van a gyalogosokkal szemben. Éppen ezért itt nem érvényesek a körforgalmakra alkalmazott szabályok. Hogyha megnézzük a környező utcákat, mindenhol az elsőbségadás kötelező jelzőtábla van kihelyezve az azon az utcakaszon közlekedő járműveknek. Ebben az esetben a jobbkéz szabály érvényes ebben a kereszteződésben, tehát annak a járműnek van elsőbsége, aki már bent halad a Béla király téren. A szekszárdi Béla király tér és a Bezerédi utca között tehát érdemes óvatosan közlekedni gyalog.
Naponta átlagosan 3500 forintot költött egy átlag magyar ember a boltokban tavaly egy felmérés szerint. Tolna megyében ez csak 2800 forint. A mutató minden megyében nőtt az elmúlt években. A fővárosban 4184 forint a napi költés, Nógrád megyében pedig 2216 forint jutott naponta egy vásárlóra. Összesen 15 megyében volt 1 millió forint felett 2019-ben az egyfőre jutó éves bolti költekezés. Tolna megyében ez az adat 1 millió 21 ezer forint. Plusz 6%-os béremelést kapnak a szociális dolgozók, 14%-kal nő január 1-i hatállyal a szociális szférában dolgozók fizetése, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. A béremelés tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelését, ezen felül további 6%-kal emelkedik a szociális ágazat dolgozóinak a fizetése. Az intézkedés 84 ezer állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményben dolgozó embert érint, átlagosan 30 ezer forinttal nő a bruttó bérük. Paks 2 a tiszta energia, önnek is építjük mottóval indult útjára a Paks 2 ZRT új lakossági tájékoztató kampánya. A következő hónapokban a beruházás környezetében fekvő 67 Tolna és Bács-Kiskun megyei település lakosai tájékozódhatnak a projekt aktualitásairól, úgynevezett roll-up szettek segítségével. Fotókkal gazdagon illusztrált, általános és aktuális információkat nyújtó hirdetőfelületek, roll-upok segítségével tájékozódhatnak a Paks 2 beruházásról a térség lakói. A mini tárlatok egy időben 5 településen állomásoznak 2 héten át, majd újabb települések polgármesteri hivatalaiba, közintézményeibe kerülnek, s novemberig végigjárják a Paksi Társadalmi Tanács 47 települését, illetve információt visznek a Tamási kistérség 20 településére. A Paksi atomerőmű az a térségünk motorja, a Paks 2 az pedig a jövőnek az áloga. Én úgy gondolom, hogy a térség és az atomenergia kapcsolata az hosszú évtizedeken nagyon jó és nagyon szoros. Mi arra törekszünk, hogy ez a kapcsolat ez a jövőben is megmaradjon, de hogy azért, hogy a kapcsolat jó legyen, ezért tenni is kell. A beruházást övező érdeklődés kielégítése érdekében bevezetett új eszközök közül Mitler István kiemelte a 2019 tavaszán debütált információs sátrat, a néhány hónappal később kiadott Mi újság Paks 2 című tájékoztató plakátot, amelyet közel 70 településre juttatott el a Paks 2 ZRT. Hozzátette, novembertől egy egyedi tervezésű stand is szélesíti a palettát, most pedig egy újabb, ezúttal roll-upokat alkalmazó mini kiállítás válik elérhetővé a beruházás helyszínének környezetében élők számára. A tálat, mint a kommunikációs igazgató vázolta, az általános információk mellett a projekt egy-egy fontos elemét is bemutatja, valamint megismerhetők az új blokkok látványtervei is. Elsőként Solton, Felsőnyéken, Regőjben, Kajdacson és Bátyán állították ki a fotókkal gazdagon illusztrált információs anyagot. Jelenleg Gerjenben, Irek-Szemcsén, Simontornyán, Hajóson és Gédellakon tekinthető meg a Paks 2 projektet bemutató kiállítás. 10. alkalommal rendezte meg a Szekszárdi Garai János Gimnázium a Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntőjét. Az idei esztendőben Ady Endre élete és munkássága adott feladatot a döntőbe jutott 10 csapatnak. A verseny célja a tárgyi tudás mellett a nyelvi kultúra, a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztése. Kérdem hát én, tényleg megéri egy ilyen költőt is tréteni? Ezen gondolkozatok el. Éppen egy vádbeszéd hangzik el az egyik feladatban, melyben az idei évfordulós Ady Endre művészetét kellett górcső alá venni. Én azt gondolom, hogy a nyelvhasználat és a nyelvi kultúra emelése az a napi munkában is fontos, ez meg nyilván a koronája egy ilyen éves folyamatnak. Másrészt mindig nagyon jó megidézni azokat a szerzőket, azokat az alkotókat, akik nagyon magas színvonalon és mívesen használták az anyanyelvüket. Az előzetes megmérettetést követően 10 csapat jutott az idei Lázár Ervinről elnevezett verseny döntőjébe. Tanc Tünde a verseny zsűriének elnöke azt mondja, minden évben örömmel tapasztalják a kreativitást és a kommunikációs készség széles tárházát az ideérkezőkben. Azokat szólítja meg, akiknek amúgy is van ehhez érzékük és van motiváltságuk.
lehet, hogy alkotóként is valamilyen módon már foglalkoznak a nyelvvel. A verseny népszerűségét jól tükrözi, hogy több olyan csapat is van, akik nem először jutnak el a szekszárdi döntőbe. Ilyen a Madách Gimnázium vagy a Németh László Gimnázium Budapestről. A versenyt végezetül a Madách Gimnázium csapata nyerte. Egy nemzetközi szakmai verseny magyar válogatójára készülnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájának kozmetikus tanulói. A megmérettetés során kapott felkészítés plusz tudásanyaga mellett olyan lehetőség birtokába is kerülhetnek sikeres szereplés esetén, mely később a munkavilágában is kamatoztatható. Felkészítőjük véleménye szerint a versenyeztetés a tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája. Olyan előnyre tudnak szert tenni a lányok, aminek kézzelfogható eredménye van. Hiszen ha egy szakmakiváló tanulója versenyen szabadul fel a tanuló, hát azért az egy életen keresztül végig kíséri, azt gondolom. Évente 50 ezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába. A NÉBIH adatai alapján évi 1,8 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben Magyarországon a teljes élelmiszerláncban, ami fejenként 68 kilónyi élelmiszernek felel meg. De ez nem csak nálunk nagy gond, az EU-ban 88 millió tonnányi élelmiszer hulladék keletkezik minden évben. Az Unió az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében arra kötelezte tagjait, hogy 2020-tól mérniük kell az élelmiszer hulladék mennyiségét a teljes élelmiszerláncban. A cél, hogy 2030-ig a felére csökkenjen a kidobott étel mennyisége. Nem kell majd fizetni személyi jövedelemadót a méhészeti termékek értékesítése után a jövőben, jelentette be Nagy István agrárminiszter. Úgy fogalmazott, a méhészek támogatása a klímavédelmi intézkedések egyik fontos alappillére. Az agrárminiszter megjegyezte azt is, hogy mostantól be lehet nyújtani a támogatási igényeket a méhészeti nemzeti programra. Az uniós és hazai támogatás keretösszege mintegy 1,8 milliárd forint. Eltüntette a pillanatnyilag két osztálybeli különbséget az NB3-as listavezető Pécs az élvonalbeli Paksi FC ellen a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének szerda esti mérkőzésén. Összességében hiába, ugyanis kimaradtak a pécsi gólszerzési lehetőségek, míg a Paks egyszer most is betalált, így összesítésben 3-1-el az NB1-es csapat ment tovább, és a negyeddöntőben a budapesti Honvéddel találkozik majd. Egy a mérkőző csapatokról semmit sem tudó nézőnek nehéz lett volna megállapítani a játék összképe alapján, melyik csapat az élvonalbeli és melyik csak az NB3-as. A zöldmezes Paksi vagy a piros-fekete Pécs ez utóbbi ugyanis bátor, kis csapattól ritkán látható folyamatos letámadással egy fél időn át uralta a játékteret, benyomta a saját kapuja elé a Paksot, és levegőben lógott nem egy, hanem több pécsi gól is, míg a Paksnak az első játék részben alig akadt momentuma. Pont az a dolog hiányzott igazából a játékunkból, ami a minőséget képzi, tehát az a kis zsívánság, az a kis milliméterek, centiméterek, amikkel adott esetben a mérkőzés magunk arra tudtuk volna fordítani. Rengeteget dolgoztunk, tehát még egyszer mondom, hogy ezek azért jók ezek a találkozók, mert felhívják azokra a dolgokra a figyelmet, ami adott esetben javításra szorul, és kiemelhetünk belőle olyan dolgokat, amit a jövőnk szempontjából fontos, hogy tovább építsünk, mert úgy gondolom ez a társaság nagyon jó úton halad. Ez a második játék részben többször is sikerült már, és egy ilyen támadás végén büntetőhöz jutott az NB1-es csapat, amit Hány János maga biztosan a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Az NB3-as csapat a második játék részben is derekassal helyt állt, sokszor letámadott, de helyzetekig ekkor már nem jutott, így két vereséggel, 3-1-es összesítéssel búcsúzott a Magyar Kupától. Sajnos túl sokat játszottuk hátrafelé a labdákat, nem indítottunk, és ez miatt volt az, hogy a Pécs ránk jött, ki kellett volna jobban használni a Könyvesnek meg a Hánnak a gyorsaságát. A továbbjutó Paksa negyed döntőben a budapesti Honvéddal kell megmérkőzzön a Magyar Kupában, a Pécs pedig tovább építheti az NB2-re már ígéretes csapatát. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új korszak a szakképzésben, bővülnek a fiatalok lehetőségei. Járda és útfelújítás Mohácson, programot indított a település alpolgármestere. Milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek, műtrágya áfa fizetésével csalt a leleplezett bűnbanda.
Szeptembertől több szempontból is új korszak kezdődik a szakképzésben. Idén elindulnak a 3 éves szakképzőiskolák, valamint az 5 éves technikumok. Aki technikumban tanul tovább, az a matematikát, a magyart és a történelmet, valamint egy választott idegen nyelvet olyan óraszámban tanulhat, mintha gimnáziumba járna. Ennek megfelelően 5 év múlva érettségi vizsgát is tehet a diák, közben pedig szakmát is szerez. Rajzórán ültek ezek a 8-os diákok a Siófoki Vakbottyán János Általános Iskolában. A gyerekek közül mindenki szeretne tovább tanulni, a többségüknek már kész elképzelése van a jövőt illetően, ennek megfelelően választottak középiskolát is. Szüleimmel ugye falun lakunk, és rengeteg állatunk van, és megszerettem őket, és velük szeretnek foglalkozni. Van, akit inkább a sport érdekel. Kézilabdázó szeretnék lenni, és ezért idegen nyelvvel folytatom majd tovább, mert a későbbiekben úgy gondolom, hogyha külföldre szeretnék menni, akkor ez sokat fog nekem segíteni. Vannak, akik viszont inkább szakmát szeretnének tanulni. Klímaszerelés, főleg azért, mert apukám is ezt csinálja, már sokszor elvitt dolgozni is, és nagyon jól hangzik meg. Jó, keresés. A tanárok és a szülők egyaránt segítik a gyerekeket abban, hogy merre tanuljanak tovább. Több mindenkit érdekel szakma, de ebben a 14 éves korban még nagyon nehezen döntik el, hogy melyik szakma vagy szakirány iránt köteleződjenek el. Ezért sokan választják a gimnáziumokat is. De a szakmák iránt is. Most talán nálunk, mivel ahogy említettem az előbb, jó képességi osztályról van szó, több a gimnáziumi jelentkezés. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba jelentkezőknek viszont egyénileg kell ezt megtenni egy elektronikus felületen. A kitöltött dokumentumokat ezután aláírva kell eljutatni a választott iskolákba és az oktatási hivatalba. Tessék, ketten nekiállt a terítségek, nem rosszul, tessék. A kormány továbbra is támogatja azokat a fiatalokat, akik a 8. osztály elvégzése után valamilyen szakmát szeretnének tanulni. Szeretnék később ebbe dolgozni, és édesanyámmal sokat jártam étterembe, és megtetszett így az egész világ, főleg itt a Balaton, ugye a nyár fővárosa, Siófok, és igazából tetszik az egész vendéglátás. Idén szeptemberben elindulnak a 3 éves szakképzőiskolák, valamint az 5 éves technikumok. Aki úgy dönt, hogy valamilyen technikumban tanul tovább, az a matematikát, a magyart, a történelmet és a választott idegen nyelvet is olyan óraszámban tanulhatja, mintha gimnáziumba járna. Ennek megfelelően 5 év után érettségi vizsgát is tehet a diák, eközben pedig egy szakmát is szerez. Járda és útfelújítási programot indított Mohács alpolgármestere. Pávkovics Gábor az Út az otthonunkba elnevezésű felhívás keretében a lakossági igényekre kíváncsi. A jövőben a beérkezett bejelentések alapján állítanak össze egy átfogó munkatervet, ezt önkormányzati és pályázati forrásokból finanszírozzák majd. Út az otthonunkba. Ezzel az elnevezéssel indított járda és útfelújítási programot Mohács alpolgármestere. Pávkovics Gábor a lakosság bejelentéseit várja, majd ezek alapján állítanak össze a későbbiekben egy átfogó fejlesztési munkatervet. Megkérdeztük a mohácsiaktól, szerintük mely útszakaszok, járda részek szorulnak felújításra. A Kossuth-Lajos utcát, azt mindenféleképpen a rendőrlámpától, ami jön befelé, az arra nagyon rászorul. És ön szerint ez miért lenne jó, hogyha ott megcsinálnak például azt az utat? Hát könnyebb lenne a közlekedés, és már a gyalogosoknak is, mert heppehupás, csúnya. Ennyi. Meg hát kinézetre is azért legyen valamilyen. Mindenhol kátyú, míg ez a, itt is víz, esik az eső, víz van, szóval nem lehet rendesen közlekedni se, az utakat, a Széchenyi teret, akár mondhatnám, bárhol, minden, az egész utat kellene javítani Mohácson. Ezeket az igényeket online, akár fotót is mellékelve küldhetik el a bejelentők. Az elmúlt évtizedek munkájának köszönhetően jelentős fejlődésen esett át a város, ezt azonban fenn kell tartani. A felmerülő költségek fedezéséhez pedig önkormányzati és pályázati forrásokra egyaránt szükség lesz, mondta Pávkovics Gábor. Szeretnénk pályázatokat benyújtani, amelyet a
ha az állam finanszírozza és az unió az finanszírozza ezeket a fejlesztéseinket, akkor az jó, ha nem, akkor is meg kell tudnunk csinálni, de hát a költségvetésünk az véges, akkor hosszabb idő alatt tudjuk majd ezeket a programokat végigvinni. A felhívásnak nem szabtak határidőt, a lakosság bármikor jelezheti igényét egy-egy útszakasz vagy járda felújítására. A napokban elindult Út az otthonunkba programba már most rengeteg bejelentés érkezett, tette hozzá Pávkovics Gábor. Minden eddiginél több, 1750 maskarás űzi a telet csütörtöktől a Mohácsi busójáráson. Rajtuk kívül 350 népművész, árus és vendéglős, valamint 35 helyszínen 80 program várja a vendégeket, az akár 100 000 látogatót is vonzó busójáráson. A Mohácsi Széchenyi tér, a Deák tér és a Busó udvar mellett a Szerb templom udvarán is felállítanak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED falon is lehet követni az eseményeket. A szervezők várakozása szerint naponta 50-60 ezren, vasárnap pedig akár 100 ezren is érkezhetnek Mohácsra. Hogy áll a poszttal kapcsolatos megállapodás? Ez a kérdés is felmerült a pécsi közgyűlésen. A város kulturális ügyekért felelős alpolgármesterét kérdezték erről. Bognár Szilvia a fesztivál programigazgatójától kapott levélből idézett, mikor válaszolt a kérdésre. Ebből kiderült, hogy már elkezdődött a versenyprogram válogatója. A válogatások zajlanak, időben ott tartanak, ahol tartaniuk kell. Nagyon reménykedünk abban, hogy mielőbb értesülünk arról, hogy az állami támogatás milyen arányú lesz és mikor érkezik. Egyelőre annyi biztos, hogy a város továbbra is 30 plusz 20 millió forintot biztosít a poszt idei megrendezésére. Pécsi Országos Színházi Találkozó lesz, és Pécset lesz. Külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedett az a bűnbanda, aminek 16 tagjával szemben vádemelést javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A költségvetésnek több mint 1 milliárdos kárt okozó szervezet elleni nyomozás nemrég zárult, az elkövetőkre akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhatnak. Az elfogáskor készültek ezek a felvételek. A gyanú szerint az elkövetői kör külföldről vásárolt lengyel, litván és holland eredetű műtrágyát. A beszerzett árut magyarországi székhelyű fiktív vásárlókon erre a célra létrehozott bukó cégeken keresztül értékesítették a tényleges belföldi beszerzőknek, akik így fizetendő áfájukat csökkenteni tudták. A fiktív értékesítésekről fiktív számlákat is állítottak ki. Ezeket beállítva a könyvelésbe, hogy elég komoly kárt okoztak az állami költségvetésnek, pont az áfa megfizetés aluli kibújással, 1,3 milliárd forintos értékről beszélünk. Ennek a megtérítésére és a tárgyi bizonyítási eszközök begyűjtésére is szervezte ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal azt a kétnapos akcióját, amiben több mint 60 helyszínen dolgoztak a pénzügyi nyomozók. A bizonyítékok begyűjtése megtörtént, a vádemelési javaslatban 16 személy érintett. Az elkövetők akár 20 év börtönbüntetése is számíthatnak, főként az irányítókra gondolok, ugyanis különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt emelnek vádat, ha minden igaz, a főügyészségen. A nyomozást a dél-dunántúli pénzügyőrök végezték, azonban az elkövetői kör Pest megyéhez köthető. A NAV a vádemelési javaslatot a napokban továbbítja a fővárosi főügyészségre. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Szándékosan ment neki, autóval ütötte el haragosát egy sofőr Szekszárdon. Országos anyanyelvű verseny, 9 csapat mérkőzött a szekszárdi Garai János gimnáziumban. Információ első kézből, a paksi atomerőmű bővítéséről tájékoztatják a térségben élőket. Szabálytalan gyalogosok rendszeresen tilosban mennek át Szekszárdon. Pénteken hideg front alakítja időjárásunkat, a nap első felében felhős időre számíthatunk, elszórtan futó zápor esővel. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!